November 27-én tartottuk a közmeghallgatást a művelődési házban, ahol két napi rendet fogadott el a képviselőtestület. Az első napi rend a közmeghallgatási beszámoló, az önkormányzati beszámoló, illetve a második napirend Maga a lakossági fórummal a lakosok elmondhatták a ügyes-bajos dolgaikat, a, a nagymarosi közélettel kapcsolatos problémáikat, és feltették a kérdéseiket. A beszámoló tartalmazta, azt a gazdasági adathalmazt, amely bemutatja az önkormányzat működését és gazdálkodását. Ebben nagyon nagy örömömre arról tudtam beszámolni, hogy az önkormányzat egy nagyon kiegyensúlyozott gazdálkodást tud folytatni. Ez az elmúlt évekre jellemző, és azért nem elem ki ennyire, mert korábban, ugye 2006-tól kezdve vezetem a települést, korábban az volt a jellemző inkább, hogy az év végén már nagyon azt kellett néznünk, fogunk hozverni a garast, és nagyon azt nézni, hogy vajon kijövünk -e a pénzünkből a következő adóbeszedési időszakig, vagy nem, illetve az, hogy miből fogunk bért fizetni a pedagógusoknak, az önkormányzati dolgozóknak, hogyha nem jutunk hozzá bizonyos banki hitelekhez. Ezekről ma már szó sincsen. A kiegyensúlyozott gazdálkodás azt jelenti, hogy a bevételeinkből tisztességesen meg tudjuk oldani azokat a feladatokat, amiket az önkormányzat törvényileg kapott a kormánytól, illetve azokat a feladatokat, amiket mi magunk felvállalunk. Nagyon szépen fizet a lakosság, most már nagyon kevés az adótartozás, ami van, arra is megvannak a megoldások, és azokat is folyamatosan kezeljük. Az önkormányzat képes volt az utóbbi időszakban olyan önálló beruházásokra is, amely, amely eddig nem volt, tehát saját pénzből, önerőből megoldottuk például a Dunapart fejlesztését, a Dunaparti sétányt a Halas és a Kajak Egyesület között le tudtuk burkolni, füvesítettük, egy locsolórendszert helyeztünk el a föld alá, illetve előkészítettük a Kandeláber sornak a vezeték csatornáját, Hogyha majd a jövő évben remélhetőleg lesz arra is pénz, hogy ott egy Dunaparti kivilágított korzót tudjunk létesíteni, akkor ennek is meg, erre is meg meglegyen a, a, az esély. Több olyan gépjármű beszerzés is volt az önkormányzatnál, ami az önkormányzati munkát nagyban segíti és gyorsítja. Ilyen egy platós autó, egy önkormányzati ö, ö, zárt terű autó, illetve most újabban beszereztünk egy 8 személyes kisbuszt, amelynek az a célja, hogy a külterületen lévő nehezen mozgó idősebb embereket szállítgassuk, illetve a civil szervezetek részére adjuk majd kölcsön, illetve már ez több esetben meg is történt. Azoknak, akik szeretnének utazni különböző rendezvényekre, illetve a maguk tevékenységét segítve bármilyen mozgást kívánnak gépjárművel létesíteni, ebben mi tudunk most már segíteni. A fő attrakció az elmúlt évben az árvízi védvonal befejezése volt, illetve annak a magasítása. Ezért van, azért van két lépcsőbe ez a, ez a folyamat, mert 2013-ban az árvízi védvonal építés kellős közepén érkezett a legnagyobb víz, ami eddig a Dunán lefolyt. Ezért 2014-ben a kormány módosította a mértékadó árvízszintet, szintet, és újabb magasságot kell, vagy újabb magasságnak kell megfelelnünk, ami azt jelenti, hogy a 2014-ben befejezett árvízi védvonalat most magasítanunk kell. Ez a magasítás a napokban is történik, december 31-ig befejezzük ezt a, ezt a kivitelezést, utána már csak az elszámolás van hátra, és akkor az árvízi védvonalunk alkalmas arra, hogy a, a mértékadó árvízszint szerinti legnagyobb árvízzel szembe is megvédje a lakosságot. Azért volt szüksége a magasításra, hiszen ilyen legnagyobb víz csak nagyon-nagyon ritkán van, mert a mögötte lévő épületeknek a nagyvízi besorolása az veszélybe került volna. Korábban kérdés volt ez a nagyvízi meder bejegyzés, hogy melyik épületekre vonatkozik, melyikekre nem. Hát most már egyértelmű, hogy azokra vonatkozik csak. Ahol nincsen véglegesnek mondható védvonal a Duna és az épület között. Hát most már akik a védvonal mögött laknak, megnyugodhatnak, hogy a nagyvízi meder bejegyzés nem fog rákerülni az ő ingatlanjukra. Amiről még beszámoltunk, ez a Mátyás király étkezdének a, a fejlesztése. A Magyar utca fejlesztési programban benne volt a Mátyás király étkezde is. Az önkormányzat úgy gondolta, hogy egy méltó helyszínt szeretne a nagymorosi gyerekek számára kialakítani, ahhoz, hogy méltó körülmények között tudjanak étkezni, illetve az önkormányzat ezt a közétkezdét, ezt más feladatokra is szánta, ezért egy kb. 40 milliós felszereléssel bíró konyhát alakítottunk ki a Mátyás étkezdébe, 580 főre főz jelenleg a konyha, és ami a plusz az eddigiekhez képest, az az, hogy hétvégenként különböző eseményeket, esküvőket, családi találkozókat és egyebeket lehet náluk szerveztetni. Nagyon finom ételeket tudnak ezekre az alkalmakra főzni, és maga a helyszín is azt gondolom, hogy méltó akár egy esküvőre, akár egy családi találkozóra. A továbbiakban a beszámoló után a lakosság tett fel kérdéseket. Nagyon-nagyon kevés létszámban jelent meg nagyhoros lakosság ezen a lakossági fórumon, egész családias volt a légkör, viszont ebből két dolgot vontunk le következtetésként. Az egyik, hogy annyira rendben mennek a dolgok, hogy a lakosságnak nem kell hozzászólnia nagyon, mert minden úgy alakul, ahogy a lakosság azt szeretné. A másik pedig, hogy viccesen. Próbáltam ezt így megegyezni, hogy a lakosság alig várja, hogy jöjjön a következő választás, és, és új képviselők legyenek. Én azt gondolom, hogy inkább az érdektelenség az, ami, ami látszik a lakosságon. Valószínűleg nincsen olyan nagy fő probléma, ami miatt nagy létszámból kellene lenni, és, és kifejezni a, a rossz hallást. Felmerült néhány apróság a Mihályhegy, Rigóhegy környékén. Kérdezték azt, hogy lesz-e még támfal program. Nem lesz, sajnos úgy tűnik a közeljövőben. A kormány ezt nem tűzte ki célul. Korábban volt egy ilyen pince és támfalas program lehetőség, támogatási lehetőség, amelyel nagyon sokan éltek, de sajnos a közeljövőben ez nem látszik. Mi pedig önkormányzatként saját erőből ezt nem fogjuk tudni megoldani. Tehát akkor tudunk csak ebben segíteni, hogyha erre pályázati pénzeket is tudunk majd szerezni. A közlekedés volt még kérdéses, a vasútút, Dózsa György út találkozásánál nagyon nagy forgalmat tapasztalnak a lakosok hétvégente, nagyon sokat a tilosba parkoló autó, ezek aztán nagyon nehezítik a közlekedést, és ugyanez a CBA is környékén, a megállni tilos helyeken nem szabad megállni, mert annyira szűk a keresztmetszet, hogyha csak egy-két autó megáll, már akkor a közlekedés ö, ö, akadályoztatva van, és ezért mindenkit arra kérek, hogyha ezekre a helyekre megy, a kielőtt helyeken parkoljanak, és lehetőleg úgy álljanak meg, hogy az a forgalmat ne akadályozzák. Kérdés volt még a százlépcső állandó vaddisznók általi betúrása. Ez valóban nagyon komoly probléma, hiszen a vaddisznóknak az eltávolítását kirővéses módon nagyon nehéz belterületen megvalósítani egy vaddisznóbefogót is átgondoltunk, hogy, hogy, lehetséges elhelyezni itt a száz lépcső környékén. Úgy tűnt, hogy igen, de aztán az erdészet autója nem tudod arra a helyre bemenni, ahol az elhelyezhető lett volna. Ö, viszont a, magát a lépcsőt az önkormányzat azóta már helyreállítatta, a ráhordott földet ö, eltakarítottuk, illetve, illetve már tettük ezt a lépcsőt. Az első völgyi járda szakaszban volt egy, egy bejelentés, hogy, hogy balesetveszélyesen keresztezték ezt a járdát. Ott a jövő héten megy ki a felszólítás, illetve valóban megvizsgáltuk, és, és balesetveszélyes az ottani járda kialakítás. Még egy olyan kérés volt, hogy a vasúti átjáróknál, a külterületben a vasúti átjáróknál a lefölhajtó utakat hozzuk rendben hiszen akkora kátyúk alakultak ki, és olyan nehéz ott befordulni, hogy veszélyes az autók számára is, illetve a közlekedési szempontból is. Úgyhogy ezeket is átgondoltuk, és a következő hetekben ezekre is találunk olyan megoldást, legalább egy zúzott köves feltöltést, de lehet, hogy ilyen hideg aszfaltos megoldással is rendbe tudjuk hozni. Nagyjából ezek merültek fel a lakossági fórumon. Bárkinek bármiféle olyan problémája, kérdése, kérése van, amit ott a helyszínen, nem tudott elmondani, vagy nem tudott eljönni a lakossági fórumra, azt akár a polgármester kukasznagymorosra, vagy a városüzemeltetés kukasznagymoros.hu-ra el tudja küldeni e-mailen, vagy az ügyfélszolgálatunkon telefonon tudja jelezni, és igyekezzük ezeket a problémákat megoldani. Megragadom az alkalmat, hogy az év végéhez közeledve mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyt, és sikeres új esztendőt kívánjak!